Összesen 53 napirendi pontot tárgyaltak a csütörtöki közgyűlésen az önkormányzati képviselők Szekszárdon. Ezek között szerepelt a helyi kutyamenhely sorsa is. Az évente befogott közel 180 ebb tartását ugyanis most méltatlan körülmények között lehet csak megoldani, ezért új helyre kell költöztetni a menhelyet. A létesítményt működtető alapítvány vezetője egyébként az önkormányzat alkalmazottja, és a rezsit is innen fizetik, valamint a használt terület is Szekszárdé. Így nagyjából 12 millió forintot költ évente a kóborkutyákra a megyeiugú város. Most arról született döntés, hogy a menhely az ipari parkból vélhetően ide az egykori sintértelepre költözhet. Méltó helyen legyenek kutyák. Az áros határidő szeptember 31-éig kell találni a hivatalnak közösen az alapítvánnyal megoldást arra, hogy mennyibe pontos számokat, hogy mennyibe fog kerülni, és hogy hol lehet megcsinálni ezt az új kutyamenhelyet, de mondom, szerintem Kecskés úton levő sintértelep a megfelelő hely erre. A képviselők emellett jelentős többletjuttatásról is döntöttek, amit a menhelyet már most is működtető alapítvány használhat fel. A GVB javaslatára még közel 6 millió forintot kapnak az idén működésre. Ez egészen pontosan havi 950 ezer forint plusz pénzt jelent a kutyamenhely számára. A közgyűlés bizottsági kereteit is sikerült felosztani csütörtökön, így semmi akadálya, hogy 50 millió forintból idén is támogassa az önkormányzat a helyi sport és civil szervezeteket, valamint egyesületeket. Az Oksi 27 millió forintot, a KCV 20 millió forintot és a Szeköv 3 millió forintot kapott most ebből a lehetőségből, ez összesen 50 millió forint. A képviselők viszont nem zárták ki annak a lehetőségét, hogy évközben még plusz forrás különítsenek el a Szekszárdon működő civil és sportegyesületek számára. Az általános iskolások nyári felügyeletéről is szavaztak a képviselők. Jó hír, hogy a gyerekekre idén is vigyáz az önkormányzat, ha a szülők azt kéri. 3 évvel ezelőtt én hívtam fel az önkormányzat figyelmét egy Erzsébet táborra, egy napközis Erzsébet tábor lehetőségére. Nagyon rövid ideje volt akkor a hivatalnak pályázni, de pályáztak a kollégák, és nyertünk néhány hétre ugye támogatást. Most nyáron ugyanennek a pályázatnak köszönhetően ismét táborszerű nappali ellátást biztosít a tanulók számára a város. Ez azt jelenti, hogy a napközis táborokban a program sokkal színesebb tud lenni. Most harmadik éve pályázunk, az összes hétre megpályázta az önkormányzat elbírálás alatt, de reméljük, hogy nyer a pályázat, és akkor megint csak színesebb programot tudunk a táborban résztvevő gyerekeknek biztosítani. Zaják Rita a közgyűlés után arról is beszélt, hogy a jövő héten sajtótájékoztatón számol be arról, mit tud tenni az önkormányzata a Szekszárdon hetek óta időnként érezhető szakhatás ellen.